Először is nézzük azt, hogy a Caritasnak milyen struktúrája van. Hogyan működik a Caritas? Tehát a Szabadkai Caritas egyik oldalról eleget kell, hogy tegyen a szerbiai állami törvényeknek, a másik oldalról pedig eleget kell, hogy tegyen az egyházi törvényeknek. Tehát az első szempont szerint be vagyunk jegyezve, mint egy civil szervezet, és pályázatokon veszünk részt, munkásokat alkalmazunk, akciókat szervezünk, projekteket valósítunk meg. A másik oldalról pedig, amit mondtam, hogy eleget kell, hogy tegyünk az egyházi előírásoknak és törvényeknek, az azt mondja, hogy tehát követnünk kell az egyháznak a felépítését. Ami magyarul azt jelenti, hogy a legkisebb szervezeti egységünk az a plébániai karitasz kellene, hogy legyen. Tehát magyarul minden plébánián kellene, hogy legyen plébániai karitasz. Van? Vannak plébániák, ahol vannak és jól működnek, vannak, ahol fejlődésben vannak, vagy megalapulóban vannak, és vannak olyanok, ahol sajnos még nem, ahol még nem tudtunk eljutni idáig. Majd visszatérek itt még egy mondattal, hogy ez miért is van. A plébániai karitaszok munkáját igazából az egyházmegyei karitasz kellene, hogy irányítsa, tapasztalatokkal segítse, bizonyos pillanatokban pedig anyagiakkal is, tehát csomagokkal, vagy ruhákkal, vagy... És mi fölöttünk pedig van az országos, vagyis hát szerbiai karitasz, aki pedig az egyházmegyei karitaszoknak a munkáját foglalja össze, és hát ugye segíti bizonyos pillanatokban a projektjeinket. Na most, ugye senki sem úgy született, hogy tudna írni, olvasni, járni, beszélni. Tehát ezt mind ugye az életünk folyamán megtanultuk. Ugyanígy vagyunk a hitéletben is, hogy a hitünk megélésében is, hogy tehát lassan be vagyunk vezetve a hittanon keresztül a hitigazságokba, szentségekhez járulunk, és így fejlődik a hitünk. És hát egy nap el kell jussunk odáig, hogy nem elég elmenni szentmisére, nem elég szentségekhez járulni, mert ennek az egésznek a miértje az, tehát hogy miért megyünk, miért tanuljuk az igazságokat, miért járulunk szentségekhez, azért, hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor a másik polgártársunk iránt a megtestesült szeretet tudjuk nyújtani, magyarul, hogy tudjunk segíteni. Tehát Isten ezért teremtett bennünket a földre, hogy mi itten közösen elboldoguljunk. Tehát magától értetődő az, hogyha én látok valakit, aki szükségben van, akkor nekem meg kell próbálnom ennek az embernek valahogy segíteni. Van itt, létezik egy olyan fogalom, hogy szubszidiaritás elve, ami azt jelenti, hogy ha én találkozok egy, mit tudom, valakivel, akinek nincs cipője, és nekem van otthon egy 44-es cipőm, akkor én azt oda kell, hogy adjam. Viszont, hogyha találkozok egy valaki olyannal, akinek a problémája már olyan nehéz, hogy az én képességeimet az felülmúlja, akkor pedig az információt tovább kell adni a megfelelő intézménynek, vagy megfelelő közösségnek, aki érdemben tud segíteni ennek az embernek. És akkor itt van a Caritas, és itt van az egyház. Itt a Caritas, itt az egyház, itt vannak a plébániák, de ugyanakkor itt vannak tehát ugye a mi lehetőségeink azok korlátozottak. Igen. Tehát Dobai István atya mindig azt mondja, ha van lehetőségem, van kötelezettségem, és ez a cipőnek a példája, de a mi lehetőségeink azok korlátozottak. Ebben a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy már mi itten kevesek vagyunk, akkor pedig az információt továbbítani kell a Szociális Védelmi Központhoz, vagy az önkormányzathoz, vagy más közösségekhez, akire úgy gondoljuk, hogy most itt érdemben tudna segíteni. Tehát, hogyha én akarok segíteni, akkor én elvihetem önökhöz azt, amit szánok, persze, és elvihetem az egyházhoz is, mert hogy együttműködésben vannak. Hát most Caritas egyház, gondolom ez a Caritas a katolikus egyháznak a szeretett szolgálata. Igen. Tehát minket plébánosok és laikusok alapítottak, tehát mi saját magunkat mindig úgy értelmezzük, mint az egyháznak egy szervezeti részét, egy osztályát. Tehát ugye a plébániak azok, ahol igazából történik az egyház közösségnek az élete, és mi pedig egy másik közösség vagyunk, akik szintén az ő részük, és próbáljuk ezt a mindennapokat jobbá tenni az emberek számára. Kik azok, akikkel még együttműködve tudnak segíteni az embereken? Mert ugye volt ebben az évben is egy MTTK-s akció, amiben szintén gyűjtés volt a középpontban. Kikkel tudnak még így egész év folyamán együttműködni? Én 12 éve vagyok a Caritasban, és gyakorlatilag mindig azt látom, hogy bármi megtörténjen, ott nagyon sok jó embernek össze kell jönni. Úgyhogy olyan pillanatban, hogyha abban másik szervezetben is összeállnak a kockák és a csillagok, és jó emberek vannak ott, akkor nagyon szép dolgokat tudunk tenni. Ilyen volt ez a magyar tannyelvű tanítóképzőkarral történt együttműködés is. Tehát tavaly kerestek meg bennünket először a hallgatói önkormányzatból, hogy ők
megvalósítsák szintén ezt a projektet, amit Magyarországon csinálnak a hallgató önkormányzatok, hogy többlet maradhat, és hogy amit gyűjtöttek, azt nekünk szeretnék adni. Úgyhogy tavaly is, és az idén is kaptunk szépen tőlük élelmiszercsomagokat, füzeteket, ceruzákat, használt ruhákat, tisztálkodási szereket, úgyhogy, és mi ezt utána csomagokba raktuk, tehát igen, mert önök tudják azt, hogy melyik helyre mi az, ami szükséges, igen, mit kell eljuttatni. Tehát ez most nagyon furcsa mondani, hogy nekünk igazából élelmiszerre nincs forrásunk. Viszont a nincsből is mégis ilyen évi szinten olyan 400 csomagot szoktunk csinálni, amit szét is osztunk itt úgy a felhasználóink közt, a háziápolási szolgálat felhasználói közt, úgy pedig az alap, vagy bárki, aki bejön és kér, és úgy ítéljük meg, hogy igen, neki kellene segítenünk, illetve vannak már olyan listájaink, ahol felkeres azt a családot, és akkor szólunk nekik, hogy nézd, mostan apuka, tehát most van csomag, most konkrétan egy családra gondolok, aki a héten megjelent a Blitzben, a szabadkai polgártársaink, de ugyanígy vannak más családok is, akiket kisebb-nagyobb rendszerességgel segítünk. Most 400 csomagot említett, egyébként Szabadkán és környékén megközelítőleg hány személyt vagy családot tud támogatni a Caritas? Gondolom, hogy nem annyit, mint amennyit szeretne. Most én ezt így projekteken keresztül tudom nézni. Tehát a legnagyobb projektünk az a háziápolási szolgálat. Itt mi a szegényekhez járunk ki Szabadka önkormányzata területén. Tehát azokhoz, akik nagyon pici nyugdíjból élnek, vagy szociális segélyből élnek, vagy földműves nyugdíjból, vagy családi nyugdíjból, és akkor a családi nyugdíjnak bármelyik variációja, ugye az már átlagban sokkal kisebb, mint az eredeti nyugdíj volt. Tehát így mi olyan 110 idős embernek a családjában, vagy a házában megyünk be, mert nagyon ritkán itt az a család az egy embert jelent. Igen. Itt átlagban háromokból, tehát nincs családi segítség, ez háromokra vezethető vissza, egyik, hogy nincs is gyerek, nincs család, kettő van, de az is szociális eset, akkor inkább ne legyen rajta, mert sajnos igen, nagyon rossz példákat láttunk, hogy tudnak ilyenkor élősködni a fiatalabb generációk az idősebbeken. Harmadik, hogy létezik család, de a világ másik végén, úgyhogy az dettolja, mint hogyha nem lenne. Igen. Ez mellett van az idősek szállítása projekt, ahol megint évi szinten ilyen 5-600 szállítást lebonyolítunk, kórházba visszük őket, egészségházakba visszük, tehát megint az a mély szegény réteg, aki ha mi nem visszük el, akkor más nem fogja elvinni. Igen. És hogyha nem kerül oda, akkor lemarad a specialistának a vizsgálatáról, esetleg nem megy el rehabilitációra. Tehát, későn kerül az orvoshoz. Igen. Akkor ezen kívül ugye itt vannak ezek az élelmiszercsomagok, amit osztunk, hétfőnként szoktunk ruhaosztást szervezni, ahol 6-tól 12 család szokott eljönni egy ilyen hétfői napon. Az éves szinten itt megint ilyen 6-700 valami csomag, tehát erről a ruhacsomagról tudunk beszélni, amit kiadunk. És tegnap este gondolkodtam ezen a műsoron, és hogy rájöttem, hogy átlagban engemet ide télen szoktak hívni, mert akkor ugye az, hogy hú, jön a tél. De arra jöttem rá, hogy igazából semmivel sem könnyebb a mi munkatársainknak a munkája nyáron. Télen mínuszban van kint, és kerékpározik, most pedig tegnap mennyi volt? Plusz 34. Kicsivel több. Plusz 34-ben kerékpározott, plusz, mit tudom, 30-ban vagy 27-8-ban ott bent a házban ott takarított, vagy ott tápolt azt az idős embert, és utána ment ki vissza abba a melegbe. Tehát minden évszaknak megvan a saját kihívása, és megvan a saját nehézsége is, és én oda jutottam, hogy a nyár sem könnyebb semmivel sem. Tehát ugye ha most rágondolok akár a falugondokokra is, hogy ővelük is télen havat hánynak, nyáron füvet vágnak. Megvan minden évszaknak a feladata. Milyen akciókat szervez a Caritas a nyári időben a rászorulók megsegítésére? Lesznek-e akciók? Hát a másik ok, amiért nagyon sok kihívással van tele ez a nyári időszak, hogy átlagban munkatársaink kiveszik az éves szabadságukat, úgyhogy ilyenkor nekünk ez mindig nagy fejtörést okoz, hogy hogyan áthidalni ezt az időszakot. Úgyhogy igazából most nekünk nyáron erre korlátozódik a munkánk, hogy ezt az időszakot valahogy áthidaljuk. Most a ruhaosztás az meg fog állni egy picit, az önkéntesek is elmennek egy kis szabadságra, és utána augusztus 15-én kezdjük újra, oda megpróbálunk gyerekruhákat hozni, megpróbálunk iskola felszerelést hozni, és akkor hogy az a legérintettebb,
aktuálisabb lesz. Helyzetben lévő réteg is valahogy fel tudjon készülni. Ez akár egy felhívás is lehet most a hallgatóknak, hogy augusztusra szépen lassan lehet gyűjteni már, hogy az első beinduló kicsik, akik nem, tehát akiknek a szülei nincsenek olyan helyzetben, hogy felkészítsék a gyereket, azokat mi meg tudjuk segíteni, ki tudjuk segíteni. Nem csak az elsősök, mert az elsősöket pedig a Magyar Nemzeti Tanács segíti nagyon, nagyon szépen, hanem bárki. Az iskolába indulok, ez a lényeg. A Caritason mi hogy tudunk segíteni a Caritas munkájában? Igazából két módja van neki, az egyik önkéntesként, a másik pedig adományokkal, tehát önkéntes azt jelenti, hogy adja saját idejét, tudását, néha bizonyos valami felszerelését is, arra, hogy egy jó célért, ugye. Tehát az önkénteseknek is van, hát még van mindenkinek az, ami az ő szívéhez közel áll. Tehát van olyan önkéntesünk, aki kijár idősekhez beszélgetni, és tehát meghallgatja őket, megpróbálja a figyelmüket arra irányítani, hogy mi az a szép és az a jó, ami még ami jelen van az életükben, igen. Mert sokszor az van, hogy az idős ember tehát sír valamiért, szomorú valami miatt, ami elmúlt, tehát nem tud már elmenni 200 méter, de még el tud menni 180-at. És persze, hogy ezt leépülésnek éli meg, de ha másképp nézzük meg ezt a szituációt, hogy néni, ma még el tud menni 180 métert, tehát akkor örüljön ennek, hogy el tud menni 180 métert, úgyhogy leül, megpihen, majd megint megy 180 métert. Tehát néha ilyen pici hiányzik ahhoz, hogy valakinek a napja szebb legyen, és az életek elviselhetőbb és könnyebbé váljon. És az az érdekes, hogy ezért nem is szükséges csatlakozni a Caritashoz, mert ezt bárki meg tudja tenni, csak szét kell nézni, és oda kell figyelni az utcában élő idősebb emberekre, az utcában, vagy a másik utcában lévő idősekre, látjuk, hogy nincs lenyírva a fű, akkor elmegyünk és megcsináljuk helyette. És meg lehet kérdezni tőle, hogy hogy van, hozzunk-e valamit a boltból. Igen. Tehát önkénteskedni bármikor lehet. Tehát legnehezebb azokat szeretni, akik legközelebb vannak hozzánk. Ugye, tehát a saját testvérünket például, ugye a gyerekeknél ezt tudjuk, hogy egy örökös konfliktus helyzet, de ugye átlagban mindenkinek van nagymamája, nagytatája. Igen. Ugye, vagy szülők, ugye, és tehát itt kell kezdeni, és utána lehet kilépni a szomszédok felé, és utána lehet plébániai karitaszhoz csatlakozni, vagy az egyházmegyei karitaszhoz csatlakozni. Még van ennek is, hogy miért jó, hogyha valaki a plébániai karitaszon keresztül segít, vagy az egyházmegyei karitaszon segít, mert akkor ez vezetve van. És ez akkor megjelenik számformájában, hogy nem tudom, katolikus egyház, Szabadkán, ennyi és ennyi önkéntesen, ennyi és ennyi órát volt kint önkéntesen segített. Tehát az ilyeneket is kommunikálni kell. Nem csak azt, hogyha valakinek ugye leégett a háza, vagy tehát igen, a nehézséget is kommunikálni kell, de itt akkora munka van a háttérben, amiről egyszerűen nem is tudunk, és ezért nem is tudjuk lekommunikálni, de ez az ereje a közösségnek.